Parlamentul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Köszöntöm a kedves nézőinket! Üdvözlöm ismét a stúdiónkban Nagy Attila építészt, aki az Erdélyi Magyar Szövetség tanácsosi lista vezetője, úgy a városi, illetve a megyei tanácslistánkon. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves nézőket. Azt meg velünk, hogy mi a véleményed a kampány lefolyásából. Szerinted hogy zajlik-e a kampány, mivel hogy új vagy ezen a téren? Hát most már közeledünk a kampány végéhez, és mindenek előtt szeretnék elosztatni egy nagy tévhitet. Még mindig terjeng egy olyan tévhit a választók között, a szilárdságiak között, és nem csak, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség meg akarja osztani a magyarságot. Hát ezzel kapcsolatban még egyszer nagyon röviden el szeretném mondani, amit már eddig is hangoztattunk, hogy nekünk volt egy koalíciós listánk, egy összefogási listánk, amit mi benyújtottunk az RNDSZ-hez. Ezen az összefogási listán mi szerettük volna, hogy úgy fogjunk össze, hogy nekünk egy-egy tanácsosunk legyen ezen a listán, egy-egy tanácsos jelöltünk. Ez azt jelenti, hogy az RNDSZ-nek meg lett volna a 7 megyei tanácsosa és a 3 városi tanácsosa, ugyanis szerintünk az RMDSZ nem veszített volna a tanácsosokat, hogyha mi összefogtunk volna. Közös erővel mobilizálni tudtuk volna a választókat, és akkor lett volna 7 plusz 1 vagy 3 plusz 1 tanácsosunk a megyein, illetve a városi listán. De amennyiben mégis az történt volna, hogy mi úgymond elvettünk volna egy megyei tanácsost az RMDSZ-től, akkor is mi tulajdonképpen a listáról az utolsót vettük volna el, ami az RMDSZ-nél egy olyan személy, amiről valószínűleg, vagy akiről valószínűleg nem is hallott senki, és a legkevésbé fontos, hogyha az utolsó a listán. Tehát mi tulajdonképpen úgymond nem a húzó embert vettük volna el, hanem a gyengébbik embert, az utolsót. És ellenben mi jobb oldalról erősítettük volna a magyar tanácsosok listáját, személy szerint a megyei tanácsban velem. Szeretnék még egy pár dolgot mondani arról, hogy mi jelent meg a politikai mezőnyben, a mostani úgymond csatatéren. Ugyanis olyan dolgok történtek, amire mi nem számítottunk, illetve azt szerettük volna, hogy bizonyos retorikák és hozzáállások másképp történjenek. Hát Kelemen Hunor pártelnök úrnak volt egy olyan kijelentése, hogy sajnos az Erdélyi Magyar Szövetség nem tudja képviselni az erdélyi magyarságot. Nem tudja képviselni semmint szervezet, és a képviselői, a jelöltjei, mint személyek sem odavalóak. Tehát mi nem vagyunk felkészülve az RMDSZ szerint arra, hogy mi a szilárdsági vagy az erdélyi magyarságot képviseljük. Hát én azt tudom erre mondani, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség az gyakorlatilag most alakul olyan szinten, hogy az MPP, tehát a Magyar Polgári Párt és az EMMP, a Néppárt egyesülnek. Tehát most egy egyesülési folyamatban vagyunk. Tehát nem lehet kimondani azt jósként, ugye, hogy egy olyan politikai képviselet, amely csak most alakul, biztos nem jó, vagy biztos nem lesz jó.
csak azért, mert nekünk nem tetszik, vagy mert nem értünk egyet egyszerűen a létével. Tehát először is meg kell várjuk, lássuk, mit tud nekünk nyújtani, milyen embereket tud felsorakoztatni, és csak akkor tudjuk gyakorlatilag kijelenteni, hogy érdemes vagy nem érdemes szóba állni, és bizalmat szavazni ennek az új politikai képviseletnek. Hát el szeretném még azt is mondani ezzel a kampánnyal kapcsolatban, hogy a múlt héten volt még egy olyan kellemetlen élményünk, amelyben szeretnénk, hogy többet ne legyen senkinek része, se nekünk, se másoknak, sem ebben a kampányban, sem máskor. És ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha közösen megtekintenénk egy rövid videót. Egy közéleti vonatkozású hirdetést teszek közzé. Bizonyára tudjuk már, ez folyik lassan a csapból is, hogy szeptember 27-én, két hét múlva önkormányzati választások lesznek. Egy néhány gondolat erejéig kérem a gyülekezet türelmét ezzel kapcsolatban. Én arra kérek mindenkit, hogy vegyen részt ezeken a választásokon, tegyünk félre fáradtságot, unalmat, vírustól való félelmet, az úgyis mindegy, nem érdemes gondolatot, és vegyünk részt ezeken a választásokon. A következő két gondolatot lesz egy határozott nem, és lesz egy határozott igen a gondolatok között. Egyfelől az elmúlt 20 éves, több mint 20 éves zilahi tapasztalataimra alapozva fogalmazom meg, lelki szolgálatomra alapozva fogalmazom meg, illetve másfelől azt, hogy a református lelkipásztornak joga és kötelessége is valamilyen szinten a város jólétéért munkálkodni, illetve szót emelni ezért. Az egyik gondolat a nemről szól. Én arra kérek mindenkit, híveinket, hogy ne szavazzanak román pártok jelöltjeire, még akkor is, hogyha azok magyar nevűek. Mert ha be is jutnak, ha egyáltalán bejutnak, nem fognak minket képviselni. Tehát ne szavazzunk román pártok jelöltjeire. A másik nem, hogy ne szavazzunk bármely magyar párt szövetség jelöltjeire, mert nézzük az elmúlt 20 év tapasztalatait, hogy mindig kaptak becsületes és jóindulatú a magyar embereket, de nem tudták bejuttatni őket, így a szavazatok elveszett szavazatok lesznek. Az igent is határozottan megfogalmazom, bátorítok mindenkit, hogy szavazzon a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre. Nagyon sok hibája van az RMDSZ-nek, én is tudnám órákon keresztül szívni, a hibáit és gyengeségeit kiemelni. Mégis azt látjuk, hogy ez a szervezet tett le valamit a magyarság asztalára, az Illahon is, meg a Szilágyságban is, tehát minden kritikánk mellett. És ezen a szervezeten keresztül és tisztségviselőink keresztül tudjuk megoldani nem egyéni, hanem sokszor közösségi gondjainkat is. Magam is jelöltséget vállaltam ismét a városi tanácsosi listán, és bátran ajánlom a megyei városi jelölteket tisztességes keresztjén és tenni akaró és tenni tudó atyafiak, testvérek a jelöltek. Na hát a felvétel magáról beszél, szerintem nem még kell hozzá semmit fűzni. Folytassuk akkor néhány szakmai kérdéssel. Zilanváros és Szilágy megye épített örökségével, műemlékeivel. Konkrétan szeretném kérdezni a Bajkastélyt, valamint Zilahol a történelmi városrész felújítását. Mit tudsz erről mondani? Igen, örvendek, hogy a szakmai dolgokra tértünk át, mert én tulajdonképpen szakemberként akarok részt venni a megyei tanácsban, vagy a helyi tanácsban, attól függ, hogy hol kapok önöktől bizalmat. Tehát építészként mindenképpen sokat lehet tenni, és sokat kell tenni a megyéért, és elsősorban a műemlékeinkért. Hát nagyon sokat beszéltek a médiában is az elmúlt időben az Ördögkúti Bajkastélyról. Hát sajnos ez egy olyan példa, egy olyan eset, ami a kommunizmus legsötétebb vagy legszörnyűbb periódusára emlékeztet minket, amikor is egy politikai vezetés, egy közigazgatás megsemmisít egy műemléket. Itt sajnos két éve mindenki tudott arról, hogy az Ördögkúti Önkormányzat ezt az épületet le akarja törölni a műemlékek listájáról,
el is indult a folyamat, ugye 2 éve, tehát erről az RMDSZ tanácsosai, mind a 7 megyei tanácsos tudott. A megyei tanács alelnöke és a megye alprefektusa úgy szintén tudtak erről, valamint a megye gazda is, akik mind RMDSZ színekben képviselnek minket. És sajnos 2 év alatt nem volt egy olyan hang, egy olyan felszólalás a megyei tanácsban sem, és máshol sem, hogy ezzel mi nem értünk egyet. Hát én személy szerint el tudom mondani, hogy ezelőtt 2 évvel felvetettem ezt az ügyet a megyei kultúrosztálynál, de sajnos mivel egyszerű polgár vagyok, és nem tudok beleszólni a politikai vagy a közigazgatási döntésekbe, engem meghallgattak, igazat adtak nekem a kultúrosztálynál, és körülbelül ennyivel maradtunk. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy az épített örökségünk, a műemlékeink ne semmisüljenek meg, úgy, ahogy történt ez a Baji kastéllyal is, akkor mindenképpen oda kell figyeljünk, hogy legyen egy építész szakemberünk a megyei tanácsban, és ez most erre egy jó alkalom. Zilahon a történelmi városrész felújítása. Igen. Zilahon természetesen, hogy ez nekem egy szívügyem, ahogy már említettem, az Zilah város központjának a felújítása. Mint említettem a múltkori beszélgetésünkben is, volt már erre 2013-ban egy ötletpályázat, egy kezdeményezés, ami sajnos annyiban maradt, és a helyi önkormányzat valahova eltette, eldugta a fiók mélyébe ezt a tervet, és több mint 7 éve ugye nem szedték elő. Én szeretném tanácsosként ezzel kezdeni, és a prioritás listára feltenni, mert ugye a történelmi városrész, a városközpont, az a városunk tükre, és a közigazgatásnak a tükre, hogy mennyire kultúrigényes és kultúrszerető az illető városvezetés. Röviden ismertesd a nézőinkkel a Krasznai, illetve Varsolci polgármester jelöltet az Erdély Magyar Szövetség részéről. Igen, tehát nekünk a megye és a városi tanács listán kívül vannak még helyi tanácsosaink is bizonyos településeken, és Krasznai, illetve Varsolc községben vannak polgármester jelöltjeink is. Ott, ahol erősebbeknek és esélyesebbeknek éreztük magunkat, illetve ahol szervezés szempontjából is úgymond összetudtuk hozni, tudtunk szervezkedni, hogy ezeket a tanácsosokat és polgármester jelölteket indíthassuk. Krasznán egy sikeres vállalkozó a polgármester jelölt, Barta Ferenc személyében. Ő civilben autószerelő, neki egy autószerelő műhelye van, ugye, ahol 10 alkalmazottnak ad munkát. Nagyon jól ért ugye a gazdasági dolgokhoz, a cégvezetéshez, a pénzeknek a különböző működtetéséhez. Tehát tudom ajánlani, mint egy aktív és egy bátor ember, aki merészen lépni tud, és lépni mer, amikor szükséges. Varsolcon egy fiatal és szimpatikus jelöltünk van a polgármesteri székre, Dénes Balázs személyében. Dénes Balázst ajánlani tudom, mert nagyon jó meggyőző készsége, szónoki készsége van, kiválóan beszél úgy magyarul, mint románul. Ő civilben gépészmérnök végzettségű, és mindenképpen egy nagyon jó döntés lenne Varsolt számára, hogyha egy értelmiségi polgármestere lehetne a községnek. És az utolsó kérdés, mi lenne az Erdély Magyar Szövetségnek és Nagy Attilának az üzenete néhány nappal a választások előtt a Szilágyság magyariak felé? Hát elsősorban az lenne az üzenetem, hogy
egy nagyon fontos dolgot mindenki meg kell értsen. A politikában és a képviseletben mindenképp kell létezzen egy pluralizmus. A pluralizmus az nem azt jelenti, hogy mi meg akarjuk gyengíteni a magyar képviseletet, vagy meg akarnánk gyengíteni az RMDS-t. Mi jobb oldalról akarunk hozzátenni ott, ahol az RMDS gyengébb. Mi nem támadjuk, mi nem akarunk kimarni az RMDS-ből, úgy, ahogy sokan ezt elképzelik. Nem is indítunk sehol polgármester jelölteket, vagy tanácselnök jelölteket ott, ahol esélyes RMDS jelöltek és jó RMDS jelöltek vannak, hanem ott, ahol úgy érezzük, hogy kompenzálni kell. Ott, ahol úgy érezzük, hogy nekünk vannak szakembereink. Tehát ezt pont úgy kell elképzelni, mint amikor egy páciens az orvoshoz fordul, és tulajdonképpen nincs csak egy orvos. Nem tud két orvos közül választani, és ahhoz az egy orvoshoz kell menjen, akár jó az illető, akár nem, azért, hogy annak az illető orvosnak ne szűnjön meg a munkahelye. Tehát tulajdonképpen nekünk meg kell legyen az a belső versenyünk, az a választási lehetőségünk, hogy jobb oldalról, tehát az Erdélyi Magyar Szövetség oldaláról is promováljunk olyan embereket, akiket érdemes bizonyos közigazgatási vagy vezetőségi funkciókba juttatni. Mindemellett el szeretném mondani a kedves nézőinknek azt is, hogy mi konkrétan támogatjuk Zilak polgármester jelöltjét Fazakas Miklós személyében, és arra kérek mindenkit, hogy aki egy jól képzett műszaki mérnök csapatot szeretne a megyei tanácsba, vagy a városi tanácsba, aki nagyon jól együttműködik a Nagyváradi Erdélyi Magyar Szövetséggel. Ezt már részleteztük a múlt beszélgetésünkben, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség Nagyváradon együtt az ottani jobboldali koalícióval országos első az európai pályázatok lehívásában. Tehát visszatérve, aki ezt támogatja, hogy mi is a megyei tanács apparátusába ugye integrálni tudjuk ezt a pályázatíró irodát, működtetni tudjuk, és ennek az élén egy olyan építész legyen, aki úgy épülettervezésben, mint műemlékvédelemben és területrendezésben, városfejlesztésben is jártas, akkor mindenképpen szeptember 27-én számítunk az önök szavazatára. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert kívánok vasárnapra. Én is köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!